Ma 2015. május 18-án az internet világnapján veszi kezdetét az InternetCon, az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció második szakasza. Mától, tehát május 18-ától nyílik módja minden 14. életévét betöltött magyar állampolgárnak arra, hogy válaszokat adjon a nemzeti konzultáció kérdéseire, kérdéssorára, az InternetCon 20-ra. A válaszai keretében kifejtse a véleményét, elmondja az álláspontját a magyar internet, a digitális fejlesztések jövőjét illetően. Ahogy ezt már korábban módon volt elmondani, azért választottuk ezt a napot, mert szép és értékes szimbólumnak tekintjük, hogy mi magyar polgárok május 18-án az internet világnapján élhetünk első nap azzal a lehetőséggel, hogy közösen elmondjuk a véleményünket, kifejtsük az álláspontunkat, elmondjuk az akaratunkat az internet fejlődése, fejlesztését illetően. Az InternetCon annak a széleskörű társadalmi párbeszédnek az intézménye, amely széleskörű társadalmi párbeszéd keretében közösen van módunk dönteni arról, hogy milyen irányt vegyen az internet fejlődése Magyarországon, milyen irányba és milyen ütembe történjenek meg az előttünk álló esztendőkben a digitális fejlesztést érintő döntések. Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy néhány fontos kérdésről ma itt ezen a sajtótájékoztatón mondjak néhány szót. Ahogy már említettem, mától, tehát május 18-ától egészen július 31-ig lesz lehetősége minden 14. életévét betöltött magyar állampolgárnak arra, hogy az interneten keresztül választ adjon a nemzeti konzultáció az InternetCon 20 kérdés sorára. A válaszadás módja megítélésünk szerint a lehető legegyszerűbb. Ennek a nemzeti konzultációnak, az InternetCon-nak nem csupán tárgya, hanem platformja is az internet, tehát mindenkinek arra van módja és lehetősége, hogy az internet kínálta lehetőségekkel élve egyetlen egy kattintással ellátogasson az internetcon.hu honlapra, és itt ezen a honlapon, az internetcon.hu honlapon van módja és lehetősége, hogy választ adjon, hogy elmondja a véleményét a feltett kérdésekkel kapcsolatban. A válaszadásnak három lehetősége van, a belépésre három lehetőséget kínálunk mindenkinek. A három lehetőség a következő: egyetlen egy kattintással, kinek módja és lehetősége van, hogy a már létező Facebook profilján keresztül lépjen be, és adjon választ az InternetCon 20 kérdéseire. Ugyancsak módja és lehetősége van bárkinek, akinek van ügyfélkapuja, hogy a már létező ügyfélkapuja használatával lépjen be, és adjon választ az InternetCon 20 kérdéseire. És végül, de nem utolsó sorban, mindenki, akinek adott esetben van Facebook profilja, de nem kívánja erre használni, vagy éppen nincsen. Van ügyfélkapuja, de nem kívánja erre használni, vagy nincs ügyfélkapuja, mindenki azt a lehetőséget is választhatja, hogy az InternetCon 20 honlapon néhány alapvető személyes adata megadásával belépjen és választ adjon az InternetCon 20 kérdéseire. Magyarországon jelen pillanatban 1.886.783 honfitársunknak, természetes személynek van ügyfélkapuja, és az elmúlt három hónapban közülük 967.903-an használták is az ügyfélkapujukat, tehát ez a nagyon egyszerű, egy kattintással történő belépési lehetőség mintegy 1.900.000 honfitársunk számára kínál alkalmat, hogy kitöltse az InternetCon 20 kérdéssorát.
Pontos szám természetesen nincsen, ahogy ugyancsak már módon volt elmondani, ellenben időről időre vannak becslések a tekintetben, hogy hány magyar polgárnak van Facebook profilja. Jelenleg a különböző becsléseket, hogyha összevetjük, a szakértők azt mondják, hogy mintegy 4.800.000, 4.900.000 magyar embernek van Facebook profilja. Ez a belépési lehetőség, tehát közel 5 millió polgár számára teremt lehetőséget. A mintegy 2,5-3 millió internet hozzáféréssel, internet kapcsolattal nem rendelkező honfitársunk számára azt a lehetőséget tudjuk felkínálni, hogy az ország több mint 1200 pontján létező e-Magyarország pontokba tudnak ellátogatni, és az e-Magyarország pontokba, ahol abszolút korszerű informatikai eszközök vannak, mindegyik e-Magyarország pontban létező, jól működő, szélessávú internet hozzáférés, és mindegyik e-Magyarország pontban az oda belátogatóknak segítséget nyújtó e-tanácsadók tevékenykednek, az ő segítségükkel ennek az infrastruktúrális lehetőségnek a felhasználásával nyílik módja az internet hozzáféréssel, eléréssel, kapcsolattal nem rendelkező honfitársainknak arra, hogy ugyancsak az internet kínálta lehetőségekkel élve tudjanak az internet.com kérdéseire, az internet.com 20 kérdés sorára válaszolni. Az ország több mint 1200 e-Magyarország pontján ilyen kis tájékoztató plakátokkal segítjük majd az oda érkezőket, hogy megtalálják az e-Magyarország pontokat, megtalálják az ott tevékenykedő e-tanácsadókat. Ma 14 órától válik élessé az internet.hu honlapon a válaszadás lehetősége. A mai napon pontosan azért, mert egy nagyon alapos informatikai és adatvédelmi előkészítést igényel ennek a polgárok szempontjából nagyon könnyen és egyszerűen használható rendszernek, ahogy a szakemberek fogalmaznak, a beélesítése. Ma 14 órától, tehát május 18-án 14 órától van lehetősége mindenkinek arra, hogy július 31-én éjfélig a kérdésekre válaszoljon. A Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósága az internet.com kezdetétől, február 3-ától a mi kérésünkre folyamatosan figyelemmel kíséri, áttekinti az internet.com egész folyamatát, pontosan azért, hogy a lehető legmesszebb menőkig pontosan 100%-ban a lehető legszigorúbban és a legkövetkezetesebben legyenek betartva az adatvédelmi szabályok. Arra kértük föl a NAIH-ot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságát, hogy a magyar közigazgatásban, a magyar kormányzati működésben az egyik első közpolitikai projektként ne csupán tekintsék át, ellenőrizzék, hogy megfelelő-e az adatvédelmi rendszer, amit kidolgoztunk, hanem az információ szabadságról szóló törvény lehetőségével élve egy adatvédelmi auditot folytassanak le, egy ilyen vizsgálatot tartsanak. Arról tudom önöket tájékoztatni, hogy a NAIH, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósága ezt az adatvédelmi audit vizsgálatot lefolytatta, és egy alapos, összefoglaló, záró jelentésében adatvédelmi szempontból mindent kifogástalanul a szigorú adatvédelmi szabályoknak megfelelőnek tartott. Így tehát azt tudom mondani, hogy annak rendje és módja szerint az internet.com-nal szemben megfogalmazott elvárás, hogy maximálisan tartsa tiszteletben az adatvédelmi szabályokat. Ennek az elvárásnak is maradéktalanul eleget tudunk tenni. A magunk mögött hagyott közel fél év legnagyobb közös sikerének azt tartom, hogy míg 2014. októbere egy rossz és elhibázott kormányzati elképzelésről,
annak kapcsán a kormányzati elképzeléssel szemben megfogalmazódó társadalmi tiltakozásról szólt. Mára világossá vált, hogy az internetadó elképzelése halott, ez a rossz elképzelés soha nem fog feltámadni, és alapvetően a nemzeti konzultációnak, a széleskörű társadalmi párbeszédnek köszönhetően ma, fél évvel később a kérdés az az, hogy mikor, hogyan, milyen lépésekben történik meg Magyarországon az internetezést érintő adók csökkentése. Milyen módon, milyen lépésekben történik meg az internetezést érintő adók csökkentése. Azt tudom mondani, hogy éppen ezért nagyon komoly a tétje, nem csak ebből a szempontból, hanem sok-sok az internet rövid, közép és hosszú távú magyarországi fejlődése és fejlesztése szempontjából a polgárok döntésének, hiszen a kormány az alapján fogja az előttünk álló időszakban meghozni valamennyi döntését a magyar internet fejlesztését illetően, hogy az internetkon keretében milyen véleményt, milyen álláspontot, milyen közös akaratot fejtettek ki a magyar polgárok. Így tehát azt tudom mondani, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy kattintson és döntsön, egyetlen egy kattintással látogasson el az internetkon.hu honlapra, még egy kattintással lépjen be, és utána mondja el a véleményét, fejtse ki az akaratát a kérdésekkel kapcsolatban, mert az ő véleménye fogja megalapozni az internetet érintő közös döntéseinket. Ez az értelme az internetkonnak. Azt gondolom, hogy az előttünk álló 2,5 hónap időszaka, kulcs időszaka után ehhez a közös döntéshez fogunk eljutni.